Új vezető a Békés megyei kormányhivatal élén, dr. Takács Árpád tölti be a főigazgatói posztot. Takaros épületben a takarító cég. Átadták a gyulai Digbuild Kft. Felújított központját. Ármány és szerelem. Február 17-től láthatja a darabot a nagyközönség a Jókai színpadán. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Horváth Szabolcs vagyok. A kormány kedden benyújtotta a parlamentnek az illegális bevándorlók őrizetbevételéről szóló törvénycsomagot, közölte Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár. A szabályozás módosítását azt tesz indokolta, hogy a bevándorlók kiismerték a jelenlegi az Európai Uniós előírásokon alapuló szabályozás kiskapuit, sokszor csak azért nyújtanak be fellebezést, hogy az eljárás az ország belső területén folytatódjon, majd eltűnnek a hatóságok szem elől. Ez biztonsági kockázattal jár, hiszen ma már nagyon sok tisztázatlan státuszú ember van az EU-ban, aminek következménye a kontinens biztonságának megbomlása, fogalmazott az államtitkár. Ennek a jogszabálytervezetnek és ennek a benyújtásának többféle oka is van. Egyrészt az, hogy a jelenlegi szabályozási rendszer, ami az uniós szabályozási rendszeren alapul, olyan szabályozás, amelynek a kiskapuit ma már a bevándorlók kiismerték, és sokszor csak azért nyújtanak be fellebezéseket, azért fordulnak jogorvoslatért, hogy a későbbiek során az eljárást annyira elhúzzák, hogy utána az eljárás ne a határon folyjon tovább, hanem a határon belül, azaz Magyarország területén belül. Vádemelést javasol a rendőrség egy férfi ellen, aki Battonyán konyhakéssel sebesítette meg a vele együtt lakó férfit. A két férfi tavaly november 2-án este együtt italozott, de onnan nem együtt mentek haza. A 42 éves Est László már aludt, amikor barátja hazaért. Korábban többször volt közöttük nézeteltérés. Est László ezúttal az ágya mellett tartott késsel megsebesítette lakótársát. A férfi életveszélyes sérülést szenvedett. A kihallgatásokon egyikük sem tudta felidézni, hogy pontosan mi vezetett a tetlegességig fajult konfliktushoz. A rendőrség emberülés büntet kísérlete miatt indított eljárást. A férfiakra jellemző, hogy az orvosszakértő véleménye szerint ezen az estén mindketten súlyosan ittas állapotban voltak. A rendőrség a nyomozás iratait 2017. február 14-én vádemelési javaslattal továbbította a Békés megyei főügyészségre. Szerdán kezdte meg munkáját a Békés megyei kormányhivatal új főigazgatója, dr. Takács Árpád. Az új hivatal vezető egyik legfontosabb célja, hogy egységes és gyors ügyintézést tudjon biztosítani a megye minden lakosa számára. Dr. Takács Árpádot nevezte ki február 15-i hatállyal a Békés megyei kormányhivatal főigazgatójává Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter. Szerdán délelőtt fejeződött be a megyei kormányhivatal átadás átvétele, melyen megkezdte munkáját az új főigazgató. Békés megyéből indultam, majd hazajöttem, ebben az egészben ez a legjobb, hogy hazajöttem. Mégpedig olyan feladatra vállalkoztam, amely nagyon komoly kihívás, mint a szakmai életem során, mint pedig egyébként vezetői, emberi és mindenféle jellemzői alapján. Dr. Takács Árpád kinevezése első napján az idén január 1-től hatályba lépett szervezeti átalakításokról tájékoztatott. Magyarország kormánya ugyanis a közigazgatás hatékonyságának növelése érdekében átalakította az államigazgatási szervezetrendszerét. Ezzel a megyei kormányhivatalon belül is 7 szakmai főosztály jött létre. Az első és legfontosabb, hogy az új szervezeti rendnek megfelelően integráljuk azokat az új feladatokat és szervezeti elemeket, amelyek január 1-től kerültek a kormányhivatalhoz, illetve megerősítsük a járási hivataloknak azt a tevékenységét, amelyet a jogszabályok, az hatáskörök újra osztásával rájuk bízott. Ez talán egyik legfontosabb feladat, másrészt pedig fel kell készülnünk a jövő évtől bevezetendő új közigazgatási rendtartásnak a dolga, és ezzel kapcsolatos jogszabályi háttérre. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egykori főigazgató helyettese kiemelte, hogy az olyan nyitott hatóság híve, amely konstruktívan együtt tud működni a lakossággal. Átadták a Digbuild Kft. Megújult épületét Gyulán. A Nagyvárad téri leromlott állapotú ingatlan a vállalkozás saját forrásból korszerűsítette, a takarítással és hozzákapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó cég új központjában oktatási helyiséget, sőt akár vendégfogadást is lehetővé tévő apartmanokat is kialakítottak.
Ő az első gépünk, hát több tízezer négyzetméter van benne, az biztos. Most próbáljuk felújítani. A kezdeteket mutatja Bagosi Tamás, a Digbuild Kft. Szolgáltatás vezetője. Az 1992-ben indult családi vállalkozás kezdetben mélyépítéssel foglalkozott. Közel 20 éve fordították tevékenységüket a takarítás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások irányába. Maguknak gyártják például a szemetes zsákokat, amiket forgalmaznak is, csak úgy, mint a tisztítószereket. Ez utóbbiak esetében a cég fontosnak tekinti a környezet tudatosságot is, csak biológiailag lebomló anyagokat használnak. Nem csak a tisztaság, hanem annak az illata és hozzá kapcsolódó kíméletes és minimális tisztítószer, ami gyakorlatilag lebomlik. Tehát környezetbarát a szer, tehát nem olyan, mint a hipó. A cég az egész országban, többek közt a fővárosban is végez tevékenységet. A folyamatos bővülés egyik állomása volt, amikor Gyulán megvásárolták a Nagyvárad téren a vízügy egykori laboratóriumi épületét. Az idők folyamán többféle intézménynek helyet adó ingatlan erősen leromlott. Ezt a Kft. Újította fel, mára pedig ez lett a vállalat központja. Ez nagyon fontos városképi szempontból is, és főleg abban a szempontból, hogy embereknek ad munkát, tudunk boldogulni, nő a városiparűzési adója, és mindannyian jobban tudunk boldogulni Gyulán és a megyében, valamint az országban egyaránt. A cég több mint 200 főt alkalmaz, akik közül 85-en megváltozott képességű munkavállalók. A gyulai vállalkozásoknak évről évre nő a teljesítménye jellemzően. 2012-ben 555 millió forint volt az iparűzési adóbevételünk, tavaly ez már 790 millió forintra nőtt, és az idén is 790 millió forintos iparűzési adóbevétellel számolunk. Ezek mögött, a számok mögött, adófizetések mögött gazdasági sikerek vannak, egyéni teljesítmények, vállalkozások és munkahelyek, ezért közösségi siker is, hogyha egy gyulai vállalkozás eredményes. A cég vallja, hogy a takarítás már a komoly szakértelmet igénylő foglalkozássá ágazattá nőtte ki magát. Ennek átadására képzéseket is szerveznek, amelynek biztosítására akár szálláshelyként is használható apartmanokat is kialakítottak a megújult épületben. A város vezetői bíznak abban, hogy a mostani fejlesztéshez hasonlóan a környékbeli szebb napokat látott ingatlanok is megtelnek majd új élettel. Második hete lassan, de folyamatosan csökken az influenzás megbetegedések száma, mind országosan, mind Békés megyében. A térségünkben ez előző héten 2%-kal kevesebb megbetegedést regisztráltak, mint február első hetében. Ugyanakkor még mindig háromszorosan haladja meg a járvány küszöböt a fertőzöttek száma. Ez azt jelenti, hogy az 52 Békés megyei házi orvosi körzetben múlt héten 235 esetet jelentettek. A korábbi évekhez képest idén sokkal többen betegedtek meg influenzában, emellett a fertőzés tünetei is igen intenzíven jelentkeztek a vírus egy újabb változatának megjelenése miatt, mondják a szakemberek. Még mindig jócskán a járvány küszöb fölött van a megbetegedések száma, még a járvány folytatódik, de az én úgy gondolom, hogy nem várható, hogy újabb nagy kiugrás jelentkezne, tehát szépen folyamatosan, fokozatosan talán véget fog érni. Az elköteleződés fontosságára hívja fel a figyelmet a házasság hete, melyet szerte a világban ezen a héten rendeznek meg. Orosházán a keresztény felekezetek minden napra kínálnak valamilyen közös programot a házaspároknak vasárnap estig. Nagy szerencsénk van az életben, ezt mindig minden alkalommal meg szoktuk említeni, amikor szóba kerül a mi házasságunk. Az Orosházi Házasság Hete programsorozatnak egyik első vendége volt Nagyné Dömötör Márta és Nagy László. A házaspár alól mesélt az érdeklődőknek, hogy ők miben találták meg a harmonikus kapcsolat titkát. Az én baráti társaságom és az ő baráti társasága több ponton kapcsolódott, hogy így fogalmazok finoman. Azok a kapcsolatok ideiglenesek voltak, amilyenk élte túl ezt a időszakot, ami hát most már lassacskán. Egy hiány 20. Éve vagyunk házasok, így van, és 24. évet töltjük együtt. Az orosházi házaspár több mint két évtized után már kiegészítik egymás mondatait is. Ezen felül a közös hobbi is összeköti őket, hiszen a táncparketten is egy párt alkotnak. Az Orosházi Petőfi Művelődési Központban megrendezett házasságon innen és túl elnevezésű rendezvényen menyecske tánc bemutatót is tartottak. A bibliai alapon
azt kell, hogy mondjuk, hogy Isten férfivá és nővé teremtette az embert. Ez a kettő alkot egy egészet, tehát önmagában a férfi egy félember, a nő is egy félember, a ketten együtt alkotnak egy egészet. Nagyon fontos erre a mai világban sajnos felhívni a figyelmet, hogy a férfinő kapcsolata az az Istentől rendelt kapcsolat. Az elköteleződés fontosságára hívják fel a figyelmét a pároknak az orosházi keresztjén felekezetek. Idén ismét ökumenikus alapokra helyezve rendezik meg a házasság hetét a délbékési városban. A hét minden napjára fölkínálunk valamilyen lehetőséget. A város különböző felekezeteinek a helyszínein, a Győri teremben, a református gyülekezeti házban vagy a katolikus templomban. Lehet majd részt venni előadásokon, filmvetítésen. Az idei évben az egyházközségek rendezvénysorozatát kiegészíti a Petőfi Művelődési Központ és az Orosházi Nagycsaládosok Egyesületének közös szervezésében a Házasságon innen és túl című programsorozat is. A hét orosházán ökumenikus istentisztelettel és áldással zárul vasárnap. A világirodalom egyik legkiemelkedőbb műve Friedrich Schiller Ármány és Szerelem című drámája a Jókai Színházban. A darabot a Kossuth és Jászai Mari díjas Eperjes Károly állítja színpadra a Veszprémi Teátrummal együttműködésben. Felettünk, én látom a jövőt. A hírneved, hivatásod, atyád és az én semmiségem elválasztanak egymástól. Schiller fiatalkori drámája méltán vívott ki magának világszerte elismerést és népszerűséget. A szerző talán legtöbbször színpadon előadott munkája. A történet középpontjában Ferdinánd őrnagy és egy polgárlány Luisa szerelme áll. Mindkettejüknek más párt szántak, de ők dacolnak a társadalmi elvárásokkal. Ferdinándot Tóth Gergely János alakítja, aki a Kaposvári Egyetemen Eperjes Károly tanítványa. Örömteli volt a próba folyamat. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok örömet okozott, és pont ez volt az az energia halmaz, amiből állandóan tudtam tölteni magamat. Tehát, hogy annak ellenére, hogy mind fizikálisan, mind lelkileg nagyon is komoly igénybevétel, az örömforrás miatt nagyon jól tudtam töltekezni, azt gondolom. A Békés Csabai társulatot mellette két további kaposvári fiatal, Papp Barbara és Krupp Bence egészíti ki. Komáromi Anett ezúttal Lady Milfordot, a fejedelem kegyencnőjét alakítja. Elsőre, hogyha gondolunk, akkor azért megvan mindenkinek, hogyha meghallja, hogy valaki kegyencnő, tehát valakinek valakije, akkor már megvan, hogy mit gondol róla. Én nagyon remélem, hogy árnyaltan meg tudom mutatni ennek a nőnek azokat a mélységeit is, amitől kiderül, hogy ő miért lett az, aki. A darabot Eperjes Károly rendezi, aki nem először érkezett Békés Csabára, hiszen legutóbb 2012-ben a Hippolita Lakály című darabbal járt a Viharsarokban. A Kossuth és Jászai Mari díjas színművész Veszprémben már színpadra állította a drámát, és örömmel vette a felkérést, hogy Békés Csabán is bemutassák a darabot. Marad! Esetleg érzelmekről is beszél neki. Ilyesmit lehetségesnek, sőt, megbocsáthatónak tartok ez, hogy egy. A dráma a német gyarmatosítások idejébe repíti vissza a közönséget, az üzenet azonban nem változott, nem lehet büntetlenül más népeket leigázni. A nyugati civilizációnak a gyarmatosításának következménye az most lángba borítja a nyugati civilizációt, és ezt szeretném, hogyha az emberek észrevennék, hogy ennek és minden cselekedetünknek később komoly felelősséggel tartozunk, mert később megisszuk a levét. A darabot pénteken mutatják be a Jókai Színház színpadán. A közönség március 10-éig láthatja Schiller drámáját. Megbüntette a Békés Csabai Női Kézilabdaklubot kedden az Európai Szövetség. Az EHF fellebbviteli bizottsága helyben hagyta az első fokon eljáró testület korábbi döntését, miszerint a magyar klubnak 6640 euró nevelési költségtérítést kell fizetnie, Jovana Dukic átigazolása után a szerb Radnicki Kragujevacnak. A Nemzetközi Szövetség első fokon eljáró testülete 2016. decemberében a szerb klubnak adott igazat arra hivatkozva, hogy a Radnicki Kragujevac és a játékos közötti polgárjogi megállapodás nem vehető figyelembe a nevelési költségtérítés összegének meghatározásakor. Így nem a játékos és a szerb egyesület között korábban megszabott 2000 euró, amit egyébként kifizetett az előre, hanem a három Szerbiában lejátszott idény után összesen 8640 euró a költség. Az előre NKS-e a döntést megfellebezte. Az EHF azonban másodfokon is elutasította a beadványt, így életbe lép az egyesület fizetési kötelezettsége. A 22 éves beálló szerződtetését tavaly március végén jelentették be a csabaiak, és ősztől játszik a Lila-Fehér klubnál.
alapon. Ugye mi továbbra is azt mondjuk, hogy egy érvényes polgári jogi megállapodás van a felek között, és ezt igenis figyelembe kell venni. Azonban, hogy az Európai Kézilabda Szövetség nem bíróság, és ő ugye nem polgári jogi értelemben bírálta el a beadott iratokat, hanem kizárólag a nemzetközi átigazolási szabályzatban leírtakat vette figyelembe, és ennek megfelelően hozott számunkra egy kedvezőtlen döntést, ugye, amely azt jelenti, hogy a nevelési költségtérítés teljes összegét meg kell fizessük a 23 év alatti játékos átigazolását követően, valamint ugye egy 500 eurós pénzbüntetést is kiszabott ránk. A híradó véget ért, ha továbbiakban is szeretnének friss hírekkel, cikkekkel, magazinműsorokkal találkozni, látogassanak fel az oldalunkra, a behír.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!